A Sopron és Kőhidak közötti szakasz egy elég életveszélyes és már terhelt útszakasz. Közlekedési problémákkal érkezett ez a férfi. A rendőrség munkatársai minden területen megpróbálnak segíteni. Természetesen minden javaslatot rögzítenek, tehát ugye ez nagyon fontos, hogy nyoma van, és amit elintéznek, annak is. Tehát gyakorlatilag, ha véleményt formálnak, akkor arról csak mi tudunk, de ha olyan konkrét kéréssel fordulnak hozzánk, vagy a helyi rendőri vezetőkhöz, amit el kell intézni, akkor azt el fogják intézni. A decemberben elindított kampányt az egyik hazai üzletlánc is segíti, és nem csak kávéval, de egyedi csészékkel is készültek. Az első kettő esemény, amelyet megrendeztünk, Budapesten 62 érdeklődő volt, Kecskeméten pedig 80. Ezek a számok mindenképpen azt mutatják, hogy a lakosság részéről ezen program iránt komoly érdeklődés és igény mutatkozik, hiszen ezek a számok, ezek 4 órai időtartamra érvényesek, tehát folyamatosan a 4 asztalnál voltak érdeklődők. A győri rendőrség az elmúlt években az önkormányzattal közösen több olyan rendezvény szervezett, ami a lakosságot közelebb hozta a hatósági munkához. Itt szeretném hangsúlyozni mindig az önkormányzatot, mert önmagában mi bűnmegelőzést hiába teszünk, ha nincs mögöttünk az önkormányzat, nincsenek mögöttünk a választott képviselők, akkor nehéz, de úgy gondolom, hogy közösen nagyon jó irányba haladunk, és Győr még biztonságosabb lesz, és nyilván a jövő Győrben épül, hiszen ez a szlogén, nyugodtan a rendőrségnél is, hiszen mi ezért vagyunk, hogy Győrben valóban a jövő itt épüljön. Fontos, hogy a problémák eljussanak a megfelelő helyre, mondja Borsi Róbert, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke. A legnagyobb probléma az, hogy a bejelentések egy része ott helyben megmarad, és nem jut el a hivatalos szervekig, hiszen a lakók tartanak attól, hogy ezt megtolják rajtuk, és őket ezért sérelem fogja majd érni azoktól, akikről ők mondjuk bejelentést tennének. Ezért vagy előfordul, hogy az önkormányzati képviselőhöz fordulnak, vagy pedig nincs megoldás a problémára, ott helyben marad, és nincs róla tudomás. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy van igény a Police Caféra, amelyel ezentúl gyakrabban találkozhatnak egy-egy bevásárló központban. Hetente az ország különböző pontjain a CBA-val való együttműködés keretében el tudjuk indítani ezeket a programokat, és éppen most beszéltem meg a megyei főkapitány úrral, tábornok úrral, hogy ők ezt a megyében felkarolják, és önállóan ugyanilyen megfontolás és rendszerbe tovább viszik. A következő Police Cafét jövő pénteken Szászhalombattán rendezik meg.